mai nap a másod és harmadosztálynak ad otthont ez a hódmezővásárhelyi pálya. Én csak nézőként, mert számomra nincsen olyan kategória, amit tudnék indulni, próbálok segíteni minden haveromnak, barátomnak, akinek csak tudok. 2000-en itt vagyunk szinte, és 200 induló, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó hétvége lesz a szervezőknek is, és a versenyzőknek is egyaránt. A pálya nagyon fullos, úgyhogy kívánok mindenkinek sok szerencsét, és hajrá! Nekem nincsen női futam, úgyhogy a fiúk között indultam másodosztályba. De eddig mindig harmadosztályba indultam, úgyhogy egy kicsit új nekem ez a kategória. Szerintem a másodosztályú pilótáktól többet tudok tanulni, mert azért mégiscsak tapasztaltabbak és jobb a technikájuk. Nagyon tetszik most a pálya, most pont jó a talajviszony is. Tavaly voltam itt legutoljára, úgyhogy az edzésen még be kellett mérnem az ugrókat, mert tavaly még nem nagyon tudtam őket ugrálni. Hát nem könnyű, most már azért nyomosodik egyre jobban, de hát ebből tudok tanulni. Én eddig egyszer motoroztam, eléggé fekszik, tetszik, nagyon jó, de ha esik az eső, akkor annyira nem ideális. Az első futamban 5. környékén sikerült elhoznom a rajtot, és 3. körre sikerült elhoznom az első helyet, és szerencsére sikerült felzárkóznom és megnyerni a futamot. A második futamban tök jó volt a pálya. Kicsit esett az eső, úgyhogy annak köszönhetően egész jól tudtam menni. Hát egy kicsit a féktávokat még jobban meg kéne ereszteni. De nem voltak rosszak egyébként most se, de hogyha ADAC-ra szeretnek venni majd, vagy külföldi versenyekre, akkor az kell még. I'm from Serbia and I'm 11 years old. In the free practice, I was second for 1 second plus to third, and at qualification, I was second, same. And in first and second race, I was second. A második futam az egy kicsit könnyebb volt, ilyen
negyediknek jöttem el a rajtnál, utána beálltam egy stabil tempóra, azt elhagytam őket. A másodikban jobban tetszett, mert mélyebb nyomok voltak, nagyobb gödrök, úgyhogy az ilyen igazi motocross pályaszerű volt szerintem. Szeretem ezt a pályát, jó ugrók vannak, hosszúságra, méretre nagyon jók, én nagyon szeretem. Én elégedett vagyok ma magammal, és szerintem jó tempót tudtam menni.